Hát akik az utakon közlekednek, azok szembesülhettek azzal, hogy a rendőrség az utóbbi hónapban, hónapokban, de hetekben két ellenőrzést is végzett a biztonsági, egyáltalán a biztonsággal kapcsolatos, a közlekedés biztonságával kapcsolatos. Egyáltalán használjuk-e őket? Mert hogy elég lesújtó statisztikáink vannak, én azt gondolom. Igen, idén már két alkalommal országos szinten hajtottak végre a rendőreink közúti ellenőrzéseket, illetve közúti ellenőrzés sorozatot, amely az egyik az február 13, illetve 19 között volt. Sajnos ennek a statisztikája is elszomorító volt már az első körben, hiszen 13.973 fő volt az országos szinten, aki nem használta a biztonsági övet, és ebből 10.971 fő volt, aki járművezetőként nem használta azt. 276 fő volt, aki a gyermekbiztonsági rendszert nem használta, illetve a bukósisak is 30 esetben elmulasztásra került. Ezeknek a közúti ellenőrzéseknek egyébként az lenne a célja, hogy a passzív biztonsági eszközöket, a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, illetve a bukósisak szabályszerű használatát ellenőrizzék a rendőrök, és ahogy említettem is, sajnos a statisztika azt mutatja, hogy nagyon elszomorító, hogy még mindig nagyon kevesen, vagy nagyon sokan nem használják ezeket a passzív biztonsági eszközöket. És ezt követte március 6 és 12 között szintén egy ilyen ellenőrzés sorozat országos szinten, ahol több mint 20 ezer fő volt, aki a biztonsági övet nem használta, és ebből 15 ezer olyan 500 fő körül volt, aki járművezetőként nem használta a biztonsági övet, illetve a bukósisak elmulasztása is 30-ról egészen 79-re emelkedett, és a gyermek biztonsági rendszer is sajnos annak elmulasztása is 296-ra emelkedett. Hát ezek tényleg lesújtó adatok, annak függvényében is, hogy ráadásul akkor ellenőrizés van, tehát számíthattak rá, úgymond, hogy akkor most elkaphatnak mondjuk biztonsági. De vannak ilyen magyarázkodások, vagy hogy miért nem? Ez épp eszembe fel nem fogja, hogy miért nem használjuk. Sajnos igen, arra számítottunk, hogy csökkenni fog ez a szám, de sajnos, ahogy elmondtam, a biztonsági övet, biztonsági rendszert nem használók száma sajnos növekedett. Hogy mik a kifogások, ez nagyon érdekes, mert valaki azt mondja, hogy azért nem használja a biztonsági övet, mert ha esetleg történik egy közlekedési baleset, amelynek részese, akkor inkább kirepül a járműből, mint hogy beszoruljon abba. Igyekszünk meggyőzni az embereknek a felfogását, hogy ez egy nem jó meglátás, hiszen nagyon ritka az, amikor esetlegesen jobban jár, hogyha kirepül a járműből. Azért azt tudni kell, hogyha egy közlekedési baleset során megtörténik egy ütközés, a kirepülés során már több olyan tényező fennáll, esetlegesen kifejeli a szélvédőt, már az egy olyan sérülést okozhat a járművezetőjének, amely akár tragédiához is vezethet, de amikor esetleg kirepül a járműből és leesik az aszfaltra, az is sajnos egy olyan sérülést okozhat, ami halálához vezethet. De azt is tudni kell, hogy a légzsák, ami ugye másik passzív biztonsági eszköz a gépjárművekben, az csak akkor fogja tudni ellátni a védelmi funkcióját, hogyha a biztonsági övet használjuk. Tehát ez együttesen fogja tudni ellátni a funkcióját és megvédeni a járművezetőt, utasait. És ahhoz mit szólsz, amit én is szoktam hallani, hogy hát nekem ne szóljon bele senki azt, hogy a saját életemmel mit kezdek, ha nem kapcsolom be magam, legfeljebb meghalok. De az is az én döntésem. Ezt is nagyon sok esetben lehet szerintem hallani. Én járművezetőként is, nyilván rendőrként is csak azt tudom mondani, hogy a saját életünkért, a biztonságunkért csak saját magunk tehetünk, és azért ez nem csak mi vagyunk azok, akik elszenvedjük a balesetben a sérüléseket, hogyha nem esetleg velünk történik egy halálos baleset, akkor a rokonaink, azoknak a családtagjai is meg fogják tulajdonképpen ezt sínyleni, ezt a balesetet. A másik dolog, amit itt lehet, hogy csak így félfülel hallottak a nézők, de én azt most szeretném kiemelni, hogy megdöbbentő számomra az, hogy a gyermekeink biztonságáért sem teszünk akkor ezek szerint eleget, hiszen rengeteg olyan esetet mondtál, ahol a gyerekbiztonsági rendszert sem működtettük, nem használtuk. Számomra ez egy felfoghatatlan szám egyébként, hogyha 4-5 lett volna ez a szám, akkor is azt mondanám, hogy nagyon sok. Hiszen egyel több, mint amennyi kellene, hogy legyen, egy kicsit viccesen mondva. Hogy mi zajlik ezeknek a járművezetőknek, illetve szülőknek, a nagyszülőknek a fejében,
Azt tudom elképzelni, illetve az a tapasztalat, hogy gyermekek nem szeretnek gyermekbiztonsági rendszerben utazni. Ez nyilván már a szülőnek a... Ez a szokás kérdés. Pont ezt akartam mondani, hogy ez egy szokás, hogyan neveled a gyermekedet, hogyan neveljük a gyermekeinket, hogy váljon ez rutinná, hogy beül az autóba és beköti magát. Nyilván egy pici babáról nekünk kell gondoskodnunk. Nagyon sok esetben előfordul, hogy nem szeretik, sírnak, hisztiznek a gyermekek, hogy nem akarnak a gyermekbiztonsági rendszerben utazni. Ezért kiveszi a szülő, ölébe veszi, vagy csak maga elé állítja, és ez a lehető legrosszabb, amit tehet, hiszen nem csak a gyermeket, még önmagát is össze fogja törni ezzel. Egyébként mennyi jár most ezért, hogyha mi nem kötjük be magunkat? Most ez így hirtelen jön. A biztonsági öv, hogyha lakott területen belül nem használjuk, akkor az 10 000 forint közigazgatási bírsággal jár, hogyha lakott területen kívül vagyunk, akkor az 15 000 forint, és 3 pont, hogyha járművezetőként. No, szóval akkor van érte jutalom. Viszont azért azt gondolom, hogy az emberekre leginkább az hat, hogyha riasztó adatokat is hallanak hozzá, és hát Békés megye sajnos szolgálhat ilyenekkel 2022-ben, ha jól tudom. Így van, sajnos 2022-es év az egy olyan év volt, amikor történt Békés vármegyében 14 olyan közlekedési baleset, amely halállal végződött. Ebben a 14 balesetben 19 fő hunyt el sajnos, és a statisztikai adatok alapján 15 embernek kellett volna használnia a biztonsági övet, amelyből 10 fő nem használta, és elhunyt ezekben a közlekedési balesetekben. Azt gondolom, hogy ezek a számok egyébként nagyon sajnálatosak, és elszomorítóak, hiszen 10 emberrel ma több közöttünk lehetne, hogyha használta volna a biztonsági övet. Igen, ez több mint 50%-os nem használtsága, úgymond ezeknek az eszközöknek. Nagyon sok, én is azt gondolom. Igyekszünk rávenni az embereket, hogy a saját testi épségük érdekében, és ne azért, mert a rendőr megbüntet, hanem tényleg önmagukért használják a biztonsági övet, hiszen mindenkit hazavárnak. Hát, ha jól tudom, akkor indítottak is egy akciótervet, egy csatlakozz, azt hiszem, hogy ez a címe. Ez pontosan mi az? Így van, a Magyar Rendőrség a napokban csatlakozz elnevezésű kampányt indított, amelynek tulajdonképpen az a célja, hogy a biztonsági öv, illetve a gyermekbiztonsági rendszer megkérdőjelezhetetlen fontosságára hívja fel a figyelmet, és ehhez egyébként a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet is csatlakozott, melynek az a közös célja, hogy az emberi életet, a testi épséget, illetve az egészséget megóvjuk. No hát akkor kíváncsian várjuk ennek a programnak is majd a részleteit, illetve az, hogy ha elindul, akkor mit is láthatunk, tapasztalhatunk és tanulhatunk belőle. Viszont itt még azért vannak a közlekedésben más részvevők is, gyalogosok, ahogy már említetted, motorosok, a bukósisok kapcsán, ugye, valamint a kerékpárosok. Hát nekik is nagy szerepük van a közlekedés biztonságnak a jobb átételében. Igen, ez így van, és azért megérkezett lassan most már a tavasz hozzánk, és ezzel tulajdonképpen szerintem alapjaiban megváltozik a közlekedésünk. Eddig is tapasztalhattuk a kerékpárosokat a téli időszakban is, meg az év egész időszakában is, de azért azt gondolom, hogy tavasszal nyáron ez a szám azért mindig megnövekszik. Sajnos az a tapasztalat, hogy a kerékpárosok nagyon sok esetben nincsenek tisztában a KRESZ alapvető rájuk vonatkozó szabályaival, illetve ebben a tavaszi időszakban nagyon fontos lenne, hogy készüljenek. Tehát mielőtt útnak indulnak, ellenőriztessék át a kerékpárjaikat, akár egy szakszervízben, vagy akár otthon saját maguk, hogy a kötelező alapvető felszereléseket, amelyet ugye a KRESZ is előír, azok rajta legyenek a kerékpárjaikon, illetve azok olyan állapotban legyenek, hogy azok használhatóak is legyenek. Hát, mondjuk a biztonságért ennyi tehetnek, mert hát ugye sokat szokták mondani, hogy a gyalogosok meg a kerékpárosok vannak leginkább kitéve a balesetek veszélyeinek, tehát a sérülés veszélyének. Hát egy védtelen állapotban vannak, ugyanúgy, mint a motorosok is, hiszen karosszéria tulajdonképpen nem védi őket. Ezért én mindig azt tanácsolom a kerékpárosoknak is, hogy a gyalogosoknak is, hogy mindig körültekintően közlekedjenek. Figyeljenek arra, hogy egy-egy kereszteződésben vagy gyalogos átkelőhelynél, még ha nekik is van elsőbségük, vegyék fel a szemkontaktust. Tehát tegyenek saját maguk testi épségéért, mert lehet, hogy nekik van elsőbségük, de sajnos előfordulhat a mai világunkban, hogy nem biztos, hogy megkapják azt. És ezt csak úgy fogják tudni elkerülni, hogyha körültekintőek és készülnek egy-egy szituációra. Igen, és hát aki mondjuk figyelemmel kíséri akár a ti videóitokat, felvételeit, amit közzétesztek, vagy akár a YouTube-on itt-ott-tamot, láthatjuk, hogy azért itt nálunk Békés megyében is sok gyalogos, valamint kerékpáros baleset van. Jó pár csúnya felvételt láttam már én is, úgyhogy erre nagyon-nagyon vigyázzunk. És akkor itt a végén még egyszer a csatlakozz program, amihez lehet csatlakozni. Eléggé áthallásos a dolog. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.